Idén harmadik alkalommal rendezik meg Vókányban a templomünnepet, melynek keretein belül felavatják a mögöttem lévő emlékhelyet az ünnepi szentmise után. Mai programot a Vókányi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezte. Ez már a harmadik templomünnep itt a faluban, harmadik éve szervezték. A mai programot ünnepi szentmise nyitja meg. Ezután egy emlékhely szentelés következik a gulágra elhurcoltak tiszteletére. Ezután a Vókányi Kultúrházban egy goblin és egy festménykiállítás megnyitóját láthatják a vendégek, és ezt követően gitáros együttes ad elő egyházi dalokat, és a programok után egy szeretett vendégségre várjuk a fellépőket és a vendégeket egyaránt. Az emlékhelyet a gulágra elhurcoltak emlékére állította a Vókányi Német Nemzetiségi Önkormányzat a falu Európa parkjában. A deportálásnak 2 éve volt a 70. évfordulója, és azóta is tart egy megemlékezés sorozat, melyben a falu is részt vesz. Mária Fund, Katarina Rittlinger, Anton Kessler, Emma Kilian. Az emlékművön a faluból elhurcoltak nevei szerepelnek, valamint egy-egy szimbolikus lélekharang és egy nagyobb harang minden elhurcolt emlékére. Miután a katolikus pap és a református lelkész felszentelte az emlékhelyet, a rokonok és hozzátartozók odaléphettek a lélekharangokhoz és megkongathatták őket. A program további része a kultúrházban folytatódott, melyen először a polgármester mondott beszédet, valamint kihirdették a Vókány, ahogy én látom, című fotópályázat győztesét. Ezt Pécsi Babi kiállítás megnyitója követte, aki most szent képeket hozott a faluba. Az az igazság, hogy én nekem a nevem Pécsi Irén Zsuzsánna. És mivel pécsi vagyok, pécsi lakos is vagyok, így gondoltam ezt a nevet használom, mint Pécsi Babi. Festéssel 2010-ben kezdtem el foglalkozni, mert előtte egy évig csak rajzórákra jártam. Jelenleg most itt vannak a szent képek. Nyáron szoktam otthon garázs kiállítást csinálni. December 2-án Görcsönyben lesz egy kiállításom, ahol minden képből viszek egy párat, tehát a csendélettől az absztraktig 7 témába. A délutáni programsorozatot az ITB gitáros együttes fellépése zárta, akik egyházi dalokat adtak elő a vókányi közönségnek. Másnap megkérdeztem segélyoperatőrömet, hogy hogyan érezte magát Vókányban. Számomra nagyon fontos, hogy megismerjek más kultúrákat, ezért is volt jó példa a tegnapi nap, hiszen ellátogathattunk egy kis falucskába, ahol megismerhettem ezt az újfajta kultúrát, és részt vehettem egy olyan programon, ahol még sosem jártam, és kipróbálhattam magam egy ilyen új szerepben szinte, és nagyon kedves embereket ismerhettem meg. És még azt is érdemes megemlíteni, hogy jó volt látni egy olyan közösséget, akik összetartanak és összekovácsolják egymást, nem úgy, mint a nagyobb városokban, hiszen ez egy kis falu, könnyebben megismerhetik egymást az emberek, mindenki köszönt egymásnak, és tényleg összetartó társaság gyűlt össze.